Jelenleg 60 adófajta létezik ma Magyarországon. Nemzetközi viszonylatban is soknak tűnik, és hát az is. Orbán Viktor ma azt nyilatkozta, hogy alacsonyak a munkát terhelő adók Magyarországon. Angyal József, okleveles adószakértőt köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát ez a 60, ez ilyen soknak tűnik, persze azt nem tudom, hogy mihez képest. Hogyha nézzük a nemzetközi viszonylatokat, akkor ugye olvastam, hogy az Egyesült Államokban 97 van, tehát ahhoz képest nem olyan sok, de ha megnézzük azt, hogy mekkora az Egyesült Államok, akkor ahhoz képest sok a 60, ugye? Tulajdonképpen azért nem lehet erről semmit sem mondani, mert ugye vannak különböző adótípusok. Ugye vannak jövedelemadók, vagyoni típusú adók, forgalmi adók, helyi adók. Ezek között egy helyes egyensúlynak kell létezni. Tulajdonképpen a magyar adópolitikában ez bomlott most meg, tehát az, hogy a forgalmi adók túlsúlya jellemző, illetve a jövedelem típusú adók, a munkát terhelő adók viszonylag alacsonyak. Ez nem biztos, hogy jó, és nem biztos, hogy szakmailag indokolt. Az összes többi kis adó, annak mindig valamilyen konkrét céllal valósul meg. De tehát olyan kis vonzatuk van ezeknek, nem? Igen, tehát nem elsősorban a bevétel a lényeg, hanem az, hogy például a reklámadó, valakit ezzel, hogy úgymond megfegyelmezzük, 98%-os külön adó, pofátlan végkielégítések, tehát ezek mindig egy célzott adók, az elsődleges cél soha nem a bevétel, hanem valamilyen konkrét beavatkozás az adórendszerbe. De mindig arra hivatkoznak, hogy ezen a kis adóknak a bevezetésének az a lényege, hogy fehérítsék a rendszert. A kérdés az az, hogy csak ennyi bevétel származik, akkor fehéredik a rendszer. A kisadóknak soha nem ez, hogy fehérítse a rendszert, hanem tulajdonképpen, hogy próbálják a gazdaságot beindítani. Tehát tulajdonképpen a tranzakciós adóról is arról volt szó, hogy majd nem fogják a bankok áthárítani, áthárították. Tehát tulajdonképpen a kisadóknál mindig meg kell vizsgálni utólag, hogy ez most beváltotta a hozzáfűzött reményeket, vagy nem. Tehát egy médiaadónál meg kell vizsgálni, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, egy chipsadónál, egy termékadónál meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán volt-e értelme ennek. Sajnos a magyar adórendszer azt lehet elmondani, hogy kézi vezérléssel megy, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a szakmaiság teljesen háttérbe szorult, a kommunikáció az elsődleges. Erre bocsánat, az azt jelenti, hogy nincs? Ez azt jelenti, hogy nem a szakmai szempontok vannak első téren, hanem hogy kommunikálni lehessen. Mondok erre egy nagyon konkrét példát. Mert egy hangzatos dolgokat mondjon a kormány? Igen, tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy beszélni lehessen róla, és nem az, hogy ez szakmailag korrekt legyen. Egy egyszerű példát mondok, szociális hozzájárulási adó. Ugye régen beszélünk arról, hogy a munkáltatók terheit csökkenteni kellene. Ennek a legegyszerűbb megoldása az lenne, hogyha mondjuk 5%-kal csökkentenénk a szociális hozzájárulási adót. Ehelyett ugye mi van? Van 25 év alatti, 55 év feletti kisgyerek és annyika, mit tudom, mert hosszú felsorolást lehet adni. Valójában most már egy állásinterjú nem azt nézik meg, hogy valaki milyen szakképzettséggel rendelkezik, hanem azt, hogy például 55 év fölötti, 25 év alatti, és így tovább. Tehát a szakmaiság háttérbe szorul. De térjünk vissza Orbán Viktor mondatára, amit mondott, hogy ugye így fogalmazott, hogy alacsonyak a munkát terhelő adók ma Magyarországon. Igen, de kérdés, hogy jó ez. De ez tényleg így van? Hát én nem tapasztalom a saját zsebemem, csak kérdezem, hogy ez jó ez így? Kulcsos adóval itt is szét kell bontani. Mindig, amikor összehasonlítják a magyar adórendszert, mondjuk a személyi jövedelemadót, a 16, most már 15%-os kulcsot egy nyugati több kulcsos adórendszerrel. Ilyenkor érdekes módon a magyar 15%-ot mindig mondjuk egy német vagy más adórendszer a legfelső adókulcsával hasonlítják össze. Pedig egy progresszív adótáblában van adómentes rész is. Tehát például Németországban van egy adómentes rész. Na most, ha az adómentes részt, az alacsony keresetőket hasonlítjuk össze 16%-kal, akkor magas. Ha 16%-ot a magas jövedelműekkel, akkor alacsony. A kérdés az, hogy kit akarunk támogatni, a magas jövedelműeket, vagy pedig az alacsony jövedelműeket. De mindig az alacsony pénztárcáján kötik meg a bokájukat, nem? Mindig ők járnak rosszul. Miért van ez így? Ma Magyarországon. Nem tudok erre mit mondani, miért, ez politika, hát ugye miért éppen így. Ugye az adójóváírást azt megszüntették, ugye az adójóváírás az pont az alacsony keresetőeknek volt egy adócsökkentő rész, bizonyos jövedelemig adómentes volt, ezt megszüntették, helyette bevezették az egykulcsos adót, ahhoz is nagy reményeket fűztek, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és tulajdonképpen ez a magas jövedelműeknek kedvez. És mondok egy meglepőt, ez az egykulcsos adó, ez az alacsony adókulcs.
erről kétszer húzzák le a bőrt a magas jövedelműek, hiszen ennek következtében nekik a nyugdíjuk is magasabb lesz. Miért? Mert eddig ők fizettek mondjuk 40%-ot, most csak 16%-ot, a nyugdíj számítás viszont a nettó keresetekből számítódik, de most nekik a nettó keresetük magasabb, így magasabb nyugdíjat is fognak élvezni, tehát a kétszeresen is jól járnak a magas keresetűek. Muszáj még kérdeznem egy dolgot Orbán Viktor mai nyilatkozatával kapcsolatban. Azt mondta, hogy a kafeteria egy rejtett kettős jövedelmezési rendszer volt, ezt nyitottá kell tenni. Én ezt hogyan értékeli, és kérdezem, hogy amikor ezt bevezették, akkor ezt nem tudták? Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy mondtam, a szakmaiság háttérbe szorult, szóval Orbán Viktornak le kellene cserélni a szakértő gárdáját, most az adózásra gondolok, mert ilyeneket is nyilatkozott, hogy szétzúzták a kafeteria rendszert. Hát az Európai Bizottság az nem erről döntött. Arról van szó, hogy a kafeteria rendszerhez hozzá se nyúlt az Európai Bizottság, hanem ezekre az utalvány forgalmazásra különféle jutalékok rakódnak rá. Tehát az utalvány forgalmazók levesznek egy jutalékot, az utalvány beváltók fizetnek valamennyit, tehát ennek a piacának a felosztása történt meg úgy, hogy kiszorították a külföldi résztvevőket, és helyette az államhoz csatornázták be. Ez a mai bejelentés, ez azt jelenti, hogy a kormány megpróbálja kikerülni az Európai Bizottság döntését, tehát megint szabadságharcot folytatunk az Unióval. Miről van szó? Eddig ezeket a jutalékokat átvették különböző cégek, most ugye a kormány becsatornázta, most ha ezt készpénzre fogják odaadni, akkor ezeket a jutalékokat rá fogják terhelni a munkáltatóra, és a munkáltatók adóformájában fogják megfizetni, tehát marad állami bevétel tulajdonképpen a kafetériából jövő. Ezzel megint megkerüljük az Unió döntését, szakmailag nem biztos, hogy indokolt, mert hiszen 10.000 forintot kapok, meg egy másik 10.000 forintot, e között különbséget tenni szerintem szakmailag nem indokolt. Hát valaki biztos jól jár ezzel. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és mindezt elmondta.